Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A mai műsor témája a papnevelés. Figyelmes nézőink tudhatják, hogy korábban már beszélgettünk erről a témáról, akkor azonban inkább a lelki aspektusról, most pedig az ismeretszerzés, a tanulmányok inkább a fő téma. Beszélgető társaim Buda Péter atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, dicsértessék a Jézus Krisztus! Örök, és Héri Attila, ötödév folyamos papnövendék, dicsértessék a Jézus Krisztus! Ugye fontos tudni, hogy a papnevelés azért az egy nagyon komoly tanulmányi hátteret is takar, hiszen nem csak a lelki oldala van, hanem kell egy nagyon komoly felvértezettség, akár teológiai, akár más ismeretekből, hogyan lehetne mindezt az ismeretanyagot jellemezni, miből is állnak össze ezek a tantárgyak tulajdonképpen egy szóval azt lehet mondani, hogy a teológiáról van szó, amelyet azonban szétszedünk szakterületekre, éppen azért, hogy a kispapok jobban lássák azt, hogy egy-egy területen mi a lényeges, mi a fontos, és hogy világosan lássák annak a szakterületnek az összefüggését. Viszont az hat év alatt, amíg a szemináriumban vannak, az alatt minden olyan fontos teológiai tárgyat megtanulnak, ami a papsághoz szükséges számukra. Úgyhogy reméljük azt, hogy a, a hat év végére, aztán ez a sok résztudomány, a teológiának a különféle ágai, azok összeállnak egy egységes ismeretté, amelyet teológiának nevezünk, és amelyben tényleg nagyon sokféle ág van, nem tudom most felsoroljuk őket. Szerintem hogy... menjünk bele egy kicsit. Jó, jó. Kezdjük azzal, hogy az elején alapozó tárgyak vannak. Olyanok, amelyek segítik azt, hogy a, a, a még fontosabb teológiai tárgyakat azokat. Értsék, és azokat el tudják sajátítani. Általában azt mondjuk, hogy az első két év a képzésben az a filozófiai képzés, a filozófiai tanulmányoknak a, az elsajátítása, amelyen belül megint csak tanulnak filozófia történetet, tehát az egészet úgy át kellene látniuk, illetve hát néhány filozófiai résztudományt is tanulnak, filozófiai istentant, kozmológiát, ontológiát, lételméletet, és így tovább. Emellett nagyon fontos szintén az első két évben a bibliai alapozás, amit biblikumnak nevezünk, ami elsősorban nem a szentírás könyveinek az értelmezése, hanem a keletkezési körülményeik, a tartalmuknak a megismerése. Ide tartozik még az egyháztörténelem, ami szintén egy alapozó tudomány, amely viszont az összes teológiai témát és annak a kibontakozását a 2000 éves egyháztörténelemben mutatja be a kispapok számára. Tehát ezek a legfontosabbak, emellett persze néhány egyéb kisebb tantárgyuk is van, lelki életbe való bevezetés, az egyháznak a, a, a mindennapjaiba való bevezetés, amit Krisztus misztériumának hívunk, és így tovább. És akkor utána, hogyha ezt sikerül nekik túlélniük, akkor következik a teológiának a komolyabb része, amelynek a gerincét mondhatjuk bátran, hogy a dogmatika teszi ki. A dogmatika, amely a hit tételes megismerése az egész hitrendszernek az elsajátítása. Természetesen nem pusztán csak arról van szó, hogy be kell nekik magolni a dogmát, hanem meg kell tanulni azt, hogy hogyan alakul ez ki az egyház történelem, mely pontján kérdőjeleződik meg ez, amire aztán az egyház kifejti ezt a teológiai tanítást, meg kell ismerniük a biblikus alapokat hozzá, és akkor már mondhatjuk azt, hogy nem csak ismerik a dogmát, hanem értik is hogy mit jelent a, ez a teológiai igazság? Ehhez kapcsolódóan e, akkor már a Bibliából is egy, egy elmélyültebb tanulmány következik, amit egzegézisnek hívunk, és talán kifelejtettem, hogy a kettő között van még egy, egy összekötő tudomány, tehát a filozófia és a teológia között, amit a második harmad évben tanulnak, ez a fundamentális teológia, ami pontosan a filozófiát, tehát mint az emberi értelemnek a termékét, és a teológiát, amely viszont az Istennek az ajándéka, de ugyanakkor az ember számára érthető összekapcsolja. És akkor a folytatva tovább a, a harmadtól ötöd évig terjedő időszaknak a tantárgyait, itt kell még megemlíteni a morális képzést, tehát a, a teológiai erkölcstant, aztán különféle egyéb tudományok, amelyek már inkább praktikus tudományok, tehát a pasztorálisnak az elsajátítása, a kateketika, vagyis a, a hitoktatásnak a, a módszertana, egy-két fogást is megtanulnak, és ebben az időben már ki is kell nekik járniuk terepre, tehát át kell menni katolikus iskolákba, és meg kell nézni, hogy hogyan is történik ez a... a a hitoktatás, illetve a, a végén már maguknak is kell ö, gyakorló hittanórákat tartani ezekben az iskolákban. Van itt Egerben néhány iskola, akikkel jó kapcsolatot ápolunk, és oda szoktak menni általában a kispapok. Ö, és mindeközben zajlik természetesen a liturgikus képzés, hiszen egy papnak liturgiákat kell végezni, nem pusztán csak a szentmisét, hanem egyéb... Ö, Ilyen tevékenységet is el kell sajátítaniuk, és ez részben elméleti szinten zajlik, vagyis hogy megtanulják, hogy mit hogyan kell elvégezni, és ki is kell nekik menni ezeket megtekinteni, tehát úgynevezett hospitálást végeznek. Különféle atyák mellett itt a városba kiárnak keresztelést, temetést, esküvőt, bérmálást azt automatikusan, hiszen járnak a, a bérmáló atyákkal a, az egyházmegye területére a bérmálkozásnál segíteni, tehát annak a kiszolgáltatását is látják élőben, és így tovább. Tehát a liturgia, a liturgikus képzés is nagyon fontos ebben az időben, hiszen a végére nekik már ezt profi módon kell majd végezniük. És külön kell megemlíteni még a hatod évet, ami azért érdekes, mert igaz, hogy közben a kispapok már hétvégeken néha, fél évente kétszer-háromszor kiárnak a plébániákra, hogy úgynevezett lelkipásztori hétvégén vegyenek részt, ami egyben jelenti a későbbi kollégáknak, a paptestvéreknek a megismerését, a plébániáknak a megismerését, tehát hogy milyen helyek vannak az egyházmegyében, ugyanakkor pedig betekintést nyernek a papoknak a, a mindennapjéba, legalábbis a, a hétvégéjüknek a, az életébe, fölkészülhetnek arra, hogy mi vár rájuk akkor, amikor majd ők is szolgálatba lépnek, illetve a hatod év pedig ez egy, mondhatjuk, egy, egy ilyen nagy, Lelkipásztori tapasztalat, akkor már diákonussá vannak szentelve, és fél évet kint valamelyik atya mellett egy plébánián. A második fél évben visszajönnek, és akkor még néhány kiegészítő tantárgyat tanulnak, tehát az egyház szociális tanításával ismerkednek. Aztán, ami nagyon lényeges, úgynevezett kazuisztikát tanulnak, vagyis ilyen speciális eseteket, elsősorban gyóntatási eseteket elemezgetnek, hogy hogyan kell reagálni. Ugye a gyóntatás az egy nagyon komplex feladat, az alapelveket azokat megtanulják a liturgikából, itt azonban néhány sajátos esetet külön kiemelve vizsgálnak, próbálnak együtt megoldani, hogy fölkészüljenek arra, hogyha a gyóntatásnál váratlan esetek fordulnak elő, akkor se lepődjenek meg, hanem az egyház tanításának megfelelően hitelesen, ö, odafigyelve és nagy-nagy szeretettel és irgalommal tudják segíteni a gyónót, aki nyilván azért van ott, mert lélekben szeretne megújulni és megbékélni az Istennel. Azt hiszem, hogy nagy vonalakban, így lehetne összefoglalni. Én egy alapos keresztmetszetet kaptunk az ismeretanyagról, ugye évfolyamokra is bontva. Kispap vendégünket pedig arra kérem, hogy mondjál, hogy milyen viseletben van, hiszen nem ez az általános, a kispapoknál ugye ezt jó tudni. Akkor beszélünk egy picit erről, és utána természetesen majd a tanulmányokról is, úgymond diákoldalról. Rendben. Hát ez egy szerzetesi viselet, mint lehet látni, hogy megvannak a sajátos elemei, amit egyes szerzetes rendeknél lehet látni. Ugye a tunika alul az engedelmességnek az öve és ugye a skapuláré. A színekről csak annyit, hogy, hogy itt az irgalmasságra kell gondolnunk, mert tehát ugye Krisztus szent sebéből víz és vér ömölt, és hát egyértelmű, hogy a bordó a vér szimbolikája, a fehér pedig a magának a víznek a szimbolikáját tudhatjuk. És Ezáltal mondhatjuk azt, hogy a ugye az általában, vagyis hát mindig a szűzanyának az oltalmát jelenti, és ebben az irgalmasság anyját tiszteljük, ebben a bordó színben. A, tehát ehhez a zöldözékhez jár egy fűzér, ez nem fűzér, mint megszokott egyes rendeknél, hanem fűzér, amik az óraimánknak megfelelő, imádkozunk 9 órakor délben, 3 órakor, illetve 6 órakor. Ez Krisztusnak ugye a szenvedésének a fő óráit jelenti. És akkor beszéljünk egy picit a tanulmányokról, de mindezek előtt a hivatásról, az elhivatásról nagyon röviden, hogy hogyan jött a hívás számodra, különösen úgy, hogy szerzetesi életre is jelentkeztél. Hát ez egy hosszú történet. 2008-ban jelentkeztem a szemináriumba, még akkor egyházmegyei papi szolgálatra, és Bosák Nándor Püspök volt az, aki, aki, felvett, és Vácra küldött itt egy nulladik évet, egy ilyen propedeutikum, egy előkészítő év volt, ahol nem volt konkrét, tehát tanulmányok voltak, de mégis ilyen bevezető tárgyak, amik segítettek az itteni Egris szemináriumba bevezetődni. és ez volt az a hely, ahol elkezdődött bennem egy, egy gondolat, hogy, hogy nekem esetleg nem egyházmenyés papságra kellene készülnöm, hanem szerzetesi hivatásra. is. itt kezdett el kibontakozni az, hogy, hogy mégis mi az én utam a papságon belül, de azt tudtam, hogy pap szeretnék lenni, és megkerestem különféle rendeket, és végül pedig egy olyan alapítású rend, ami igaz, hogy még nem. Hivatalosan úgy nem szerzetes rend, hogy a pápai jogú, hanem megyei szinten elfogadott. A Bosák Nándor Piskakatyó volt, aki a Debrecen nyíregyházi Egyházmegyébe elfogadta, és négyen vagyunk, akik, akik ebbe örök fogadalmasok. És akkor beszéljünk a tanulmányokról. Péter Atya adott egy vázlatot arról, hogy miken is kell keresztül mennie, milyen akadályokat kell venni, milyen lépcsőket kell meglépni. De ugye ötöd éves vagy az alapozó tárgyakon túl vagy, így egy kicsit visszatekintve mennyire voltak nehezek ezek a tanulmányok, hiszen ezek azért elég komoly tárgyak. Azt gondolom, hogy igen, de most így ötöd évre lehet tényleg látni azt, hogy ez egy egységes tudomány, tehát a teológia, hogy minden mindennel összefügg, tehát akár a filozófia, vagy a biblikum, fundamentális teológia, és hogy a dogmatika nem véletlenül van a tárgyaknak a, tehát az utolsó évek vége felé, hiszen abban összefoglalódik a ez a tudományoknak a sorozata, de mégis ehhez tartozik hozzá magához a teológiához. Nehézség, hát nyilván az, hogy a személytől függ, tehát hogy kinek mennyi a képessége. Voltak számomra is, amik nehezebb tárgyak voltak, de voltak, amik, amik könnyebben mentek, de mindig éreztem az Istennek a kegyelmét, hogy pont annyi erőt ad a hivatásom útján, amennyi szükséges. Ugye a tantárgyakból megtudhatjuk, hogy ezek tényleg nagyon komoly tanulmányok. Miért van szükség arra, hogy, hogy ennyire mélyen és ennyire széles spektrumban szerezzenek ismereteket a, a papnövendékek? Hiszen ha laikusként az ember azt gondolja, hogy, hogy egy papnak azért a feladataihoz nem biztos, hogy ennyire mély ismeretek kellenek, nyilván ennek a cáfolatát most hallhatjuk majd. Igen, mert a, mondhatjuk azt, hogy a, a híveink vagy egy kívülálló leginkább azt látja, hogy a pap szalad egyik faluból a másikba, elmondja a misét, aztán utána temet kettőt, aztán utána valamit megint csinál, akkor fogad néhány embert jegyes oktatásra vagy ilyesmi, beszalad az iskolába hittanórát tartani, és hogy ehhez miért szükség tényleg hat éven keresztül képződni, nem akarnék belekaszálni a Spiri a dolgába, de ugye itt a tanulmányokról van szó, de a hat éves képzés az kell eleve ahhoz, hogy lelkileg fölkészüljön mind arra, ami majd az életében következni fog papként. De a tanulmányokra is szükség van, éppen azért, mert ahhoz, hogy ezeket a dolgokat ilyen flottul tudja csinálni, és tényleg hely tudjon állni sok egyházközségben, meg a világ kihívásai között, ahhoz szükséges az, hogy a, a pap az a maga szakterületén igenis nagyon profi legyen, mondjuk ezt a szót. Ugyanis régebben meg lehetett engedni azt, hogy a papképzés az két-három év alatt meglegyen, de akkor az emberekben kevesebb volt a kérdés. Éppen azért, mert hogy sokkal kevesebb helyről jutottak információhoz. Most azonban egy olyan információ áradat van a világban, és annyi sok össze-vissza ismeret kering, fél információk, fél igazságok, amelyekkel a papnak szembe kell tudni nézni. Tehát az emberek, hogyha kérdésük van, hogy régen elmentek a paphoz, megkérdezték. És akkor a papa maga egyszerű mondján elmondta a dolgokat. És mivel a pap hiteles volt, ezért a válasza az tökéletesen kielégítő. Most azonban már úgy mennek a paphoz, hogy már megnéztük az interneten, és akkor ki tudja, hogy milyen információhoz jutott, mert hogyha beüti, hogy akár azt, hogy a katolikus egyház tanítása, nem biztos, hogy ténylegesen az jön ki, hanem valakinek a véleménye a katolikus egyház tanításáról, és már is féligasságokkal lett teletönve a feje. Tehát a papnak nagyon Látnia kell azt, hogy ha valaki bármilyen kérdéssel, teológiai, vallásbeli, hitbéli vagy lelki problémával fordul hozzá, akkor az milyen alapokon áll? hogyan lehet őt az igaz hit felé terelni, segíteni, de ez csak akkor megy, hogyha ő maga tisztában van vele. Tehát a papnak ezen a téren ezt a szót kell használni, hogy profinak kell lenni. Persze, amit az előbb Attila mondott, az is igaz, hogy a képességek azok nem mindenkinél egyformák. Vannak, akik jobban el tudnak benne mélyülni, vannak, akik kevésbé, de akkor is törekedni kell arra, hogy mindenki lehetőleg a maximumot hozza ki magából, és a szeminárium én úgy érzem, hogy ezt biztosítja is. Tehát kellőképpen motiválva vannak a, a kispapok arra, hogy, hogy, tanuljanak. Tehát egyrészt a biztatás, hogy tényleg tanuljanak, amit nem biztos, hogy, hogy minden esetben hatásos. Olyankor jönnek a, a hogy mondjam így, a, az ilyen rabszolgahajcsár módszerek, tehát, hogy időről időre skabellumokat írnak, ami a zárt helyének felel meg. Fél év végén ezekből a tantárgyakból vizsgákat kell tenni, és a fő tantárgyakból pedig szigorlatokat is kell tenni, tehát egyháztörténelemből, filozófiából, fundamentális teológiából, biblikumból és dogmatikából. A végére el kell készíteni még egy szakdolgozatot, kell egy záróvizsgát tenni, és akkor, ha még nyelvvizsgáljuk is van, akkor rendesen, szabályosan, államilag elismert diplomát kapnak. Ugye szó volt a tanulmányokról, öt év alatt azért már kialakulhatott benned, hogy mondjuk mi az, ami hozzád közelebb áll, mi az, amiben sikerül jobban elmélyülni, mi az, amit, amit szívesebben tanulsz. Hát erre nehéz válaszolnom, mert igazából mindegyik tárgyban megtaláltam azt a szépséget, ami, amiről már ugye Péter atya is beszélt, hogy a, a lelki élet. Tehát, hogy bármilyen könyvet veszek a kezembe, akár legyen szó a morálisról, vagy a dogmatikáról, tehát egy, egy dogmáról való elmélkedés, hogy az úgy mindig ad nekem valamit, ad valamit a számomra, és hogy ezért jó akár egy filozófiai könyvet elolvasni, mert uh, megtalálom benne az Istennek azt a szépségét, amit, am, amiből felismerhetem őt. És uh, én ennek örülök, hogy, hogy nincsen egy ilyen egy adott tárgy, amiben elmélyülnék, hanem mindenből tudok meríteni. Nyilván van kedvencebb, de kevésbé, tehát valami, amit nem annyira szeretek, de, de mégis abban is megtalálom azt a szépséget, amit kerestem. Ez nagyon diplomatikus válasz volt, de hogyha egyet kéne kiemelni, akkor mi lenne, amit, amit úgy, mégis csak egy kicsit úgy jobban rezdő rá az ember? Hát most jelenleg a dogmatika az, ami, ami nagyon érdekel, főleg a szakdolgozatommal kapcsolatban, ami amit a doktor Dalhai Lajos atyánál írok, a tisztulás szükségessége a halál után, ez az eszkatológia, tehát a túlvilággal kapcsolatos, és minél több könyvet veszek magamhoz, annál jobban megszeretem, és ez most, most ez az, ami leginkább közel áll hozzám. Ugye szokták mondani, hogy a jó pap is holtig tanul, ez egy jó régi mondás, de ezzel együtt igaz, hiszen karban kell tartani az ismereteket, akkor is, hogyha a papi életpályára már kikerült az ember, és lelkipásztorként tevékenykedik a változó világban változó kérdésekre kell kihívást adni. E tekintetben ugye kapnak egyfajta útravalót, milyen úgymond utánkövetés van a képzésben, van-e ilyesmi? Van, bár nem eléggé szervezet szerintem itt az Egri Egyház megyében, Régebben kimondottan volt még ilyen, hogy káplánvizsga, tehát akik kápláni státuszban voltak, azokat évente összegyűjtötték, és akkor megadott tantárgyakat újra fölfrissítettek velük, és akkor abból egy ilyen beszélgetős vizsgát is kellett tenni. Ezt most nem csináljuk, vagy nincs ilyen most az Egyházmegyében, de a káplánokat az érsekatya évről évre összehívja, és nem is annyira tárgyi tudásukra Kíváncsi, vagy nem is annyira azt kívánja fejleszteni, mint inkább a, a papi életnek az identitását erősíteni bennük, ami legalább olyan fontos egyébként, mint a, a tudományokban való jártasság, illetve hát a, a, a lelkiségnek a megőrzését, fejlesztését. És emellett pedig mindenkit biztatunk arra, és hát természetesen a papságnak van évente négyszer rekollekciója, aztán néhány évente. Ö, többnapos lelki gyakorlaton kötelező részt venni, ami mondhatjuk azt, hogy elsősorban a lelki tápláléka a papnak, de ugyanakkor azért ötleteket is kapunk ahhoz az azokat vezető atyáktól, hogy mik azok a könyvek, amiket most érdemes kézbe venni, vagy éppen olyan film, amit érdemes megnézni, ami, ami segít bizonyos tárgynak a, a fölfrissítésében, elmélyítésében, vagy éppen új információkat közöl. Emellett a papnak kötelessége az, hogy állandóan figyelemmel kísérje a szentszéknek a megnyilvánulásait, tehát a Szentatyának a, a nyilatkozatait, a különféle kongregációknak a, a nyilatkozatai, ami nem pusztán csak arról szól, hogy hogy most milyen lelkiségirányzatot kell most előnybe részesíteni, vagy merre haladjunk, vagy milyen jubileumi év következik, vagy, vagy ilyesmi, hanem abban nagyon sokszor nagyon komoly teológiai tanítások is vannak, amelyek egyben fölfrissít, az embernek az ezirányú korábbi ismereteit. És nagyon fontos ugye a kispapi életnek a közösségi aspektusa, ez ugye lelki szempontból is nagyon fontos, de ugyanakkor a tanulmányok oldaláról is a egymást segítő munka, az mindenképpen előre mutatta ezt, hogy tapasztalod meg? Hát helyesen, tehát pontosan így, ahogyan felvázolta. És tényleg nagyon fontos az, hogy a, ott legyünk a kápolnában, és közösen együtt imádkozunk, tehát közösen megéljük a hitet de mégis fontos egyfajta közös képzés. A világban én korábban tapasztaltam azt, hogy ilyen közösségi munkákat szerveznek, és a diákok összeülnek akár könyvtárban, egy-egy kávézóban, és beszélgetnek azokról a témákról, amiket tanultak, és fontos ez is, hogy, hogy legyen egyfajta közösség, és ez kint lesz nagyon jó, hogy már most kialakulnak egy olyan baráti kapcsolatok, ahol tudunk teológiai tárgyakról beszélgetni, és nem kell magyarázni az alapfogalmakat, hanem mindenki megérti, és mindenki be tud adni valamit a közösbe. Hogy, és ezáltal tudunk, tudunk egymástól fejlődni, és egymástól kapni gondolatokat, és ez egy nagyon jó lehetőség a, a megtartó erőre a kinti életben majd. Ugye a szemináriumban családias légkör alkodik, hiszen együtt töltik a mindennapjaikat, akár a tanáratják, akár a, a növendékek a tanári oldalról mennyire figyelik azt, hogy kiben milyen képességek rejlenek, hogy kit, eset, kit, lehetne esetleg valamilyen szakmai irányba, valamilyen tantárt iránt még jobban motiválni. Van-e ilyen fajta törekvés? Természetesen, tehát mi figyeljük a, a, kispapokat, és ugye a jegyek alapján is lehet azért látni, hogy, hogy ki az, aki Melyik, tan, melyik tantárgyal van jobban barátságban, melyik az, ami jobban mennek és ki az, aki mondjuk minden területen kiválóan teljesít, és ilyenkor mi javasoljuk a, a főpásztorának, hogy esetleg egy más szemináriumban végezzen tanulmányokat, tehát akár Budapesten a központi szemináriumban a Pázmány Péter, Egyetemnek a teológiai takarán, vagy pedig akár külföldi tanulmányokra is javasoljuk az ilyen kispapokat. Leginkább Rómában, a kollégium et Hungarikumba, illetve át a Gregoriáni Egyetemre javasoljuk ezeknek a küldését. Most is van néhány kispapa, akik, akik külföldön tanulnak, az előző években is voltak. De hát a maga életében elmondhatom, hogy én is így jártam annak idején. Tehát ez egy, ez egy folyamatos figyelése, monitorozása a kispapoknak, hiszen az egyháznak ö, célja az, hogy, hogy minél jobb képességű és minél jobban megalapozott ö, tudással rendelkező papság legyen az egyház megyének. De mielőtt tovább mennék, én azért még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, ugye, illetve kettőre is. Egyrészt van egy ilyen, hogy sport. Tehát a szemináriumban nincsen testnevelés óra hivatalosan, de próbáljuk a kispapokat ö, arra rávezetni, hogy a szabad idejükben több mozgást végezzenek. Tehát amikor, amikor egész napos szabadságuk van, akkor menjenek el nagy kirándulásokra, kerékpárral, gyalog, vagy, vagy hétköznap is járjanak úszodába. Tehát a mozgásnak a, a, szükségessége. A szemináriumon belül igazából egy pálya van, meg pingpongozni lehet, meg csocsózni, amit azért mégis valami. Tehát jó időben ezeket tudják művelni. A másik dolog pedig az, hogy, a kispapságnak az önképzése, tehát ugye itt, itt még van egy csomó olyan dolog, amiről nem volt szó, ami ami nem kimondottan teológia, de mégis kapcsolódik hozzá, tehát a művészetek, ö, irodalom, képzőművészet, filmművészet, vagy bármi más. És erre, ez igazából nem is a mi dolgunk, erről Attilának kellene beszélni, úgyhogy lehet, hogy át is adom a szót, átveszem itt a dolgot, hogy mennyiről van szó. Nézzük akkor ezt az oldalát is a kispapi életnek. Igen, van az intézményen belül egy MEI, tehát a Magyar Egyházi Irodalmi Iskola, ahol mindenféle kulturális programokat, illetve sportprogramokat is szoktunk lebonyolítani és szervezni. Volt ilyenre például, hogy kimentünk az Eger melletti Les rétre, és ott ilyen számháborútól kezdve a métáig, ilyen ütős játékokig, tehát hogy próbáltunk közösségi légkört teremteni. Illetve van filmszakra, mi ezt így nevezzük bent, tehát ez egy filmest, ahol uh, ilyen igényes és kulturális filmeket szoktunk uh, levetíteni. Uh, ez arra szolgál, hogy tehát a közösség is együtt uh, filmezen, illetve az, hogy egyfajta igényességet is, igényességre való nevelés is van ebben. Meg uh, olyan uh, melyestek szoktak lenni, ahol uh, különféle vendégeket hívunk, és akár a adott helyzetekkel kapcsolatban, az aktualitása a világgal kapcsolatban különféle lelkiségi mozgalmaknak a vezetőit, vagy pedig olyan tagokat, akik lelkiismeretesen vannak a hit életben, és ők tesznek tanúságot magukról. És ugye hát a, tehát a sport is ide tartozik ezen kívül, hogy hogy szoktunk olyat is szervezni, bár az igaz, hogy nem a melyhez tartozik, de de közösen elmenni, futni azért meg erő, nagy erővel tudhatni, tehát nem egyedül, vagy pedig tehát nem, nem, nem egyedül megyünk el, hanem közösen, és hogy azért tudjuk egymást húzni, és erre való felkészülés is nagyon fontos, tehát ott kell állni az oltárnál, akár órákon keresztül egy nagyobb szertartásnál, egy nagyobb liturgián, egy hosszabb liturgián, és azért oda fizikum szükséges. Nagyon szépen köszönöm, hogy betekintést kaphattunk a kispapok életébe, a szeminárium életébe. Budapéter atya az Egrierseki Intézet rektora, és Híri Attila, 5 éves papnövendék volt a vendégünk. Kedves nézőinknek pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!